Kedves irodalom, kedvelő, kedves vendégeink! A Fonyódi Kulturális Intézmények nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki úgy gondolta, hogy ma itt a helye ezen a rendezvényen. Külön köszöntöm Csikoshegyi Zoltán, előadó művészt, akiről talán kevesen tudják, hogy 15 éves kora óta színpadon van, és mellesleg politológus is. Nagy szeretettel köszöntöm Linka Ágnest, az édesanyját, aki elindította a fiát az úton, és nem mellesleg a Magyar Rádió műsor vezetője és szerkesztője. Nagyon köszönöm. A mai estét, az elkövetkezendő egy órát, vagy másfelet nagy várakozással fogadom, vagy tekintek előre én is, mert egy ízben már sikerült hallani a könyvtárban Csikoshegyi Zoltánt, amit édesapja könyvéből idézett, felolvasott szavat, és megmaradt az a különleges egyedi orgánum számomra, amit most is várunk. Másrészt azt gondolom, hogy azért fontos ez a mai este, mert napjainkban kezd eltűnni a vers az emberek életéből. És ez szerintem nagyon nagy baj. És azt gondolom, hogy egyre kevesebben vannak azok is, akik a versek mögé látnak és látják a sorok mögött gondolatot. Viszont aki látja, azt arra biztatnám, hogy mondja el másoknak is, és mutassa meg azt a jót és szépet, ami bennük van, és segítsenek a versek által gondolkodni. A mai rendezvényünk egyben tisztelgés a költészet napja előtt, és az édesanyja és fia állították össze azt az anyagot, ami ma este itt elhangzik, amely Vörös Sándor századik születésének a századik évfordulójára született meg. Tehát Vörös Sándor verseket és a Nyugat nemzedékének versei prózáját fogják majd hallani. Én azt kívánom önöknek, hogy próbálják elfelejteni a mai estén azt, hogy itt vannak ebben a teremben, és élvezzék a lírát és az érzelmeket. És még azt kívánom, hogy hazafele majd, útközben és otthon jó egymás közötti beszélgetések legyenek. Jó szórakozást kívánok! Azért ilyenkor nem szoktam megállni azt, hogy ne szóljak én is pár szót. Főleg Fonyódon, ez teljesen esélytelen, hiszen gondolom azért két dologból elég könnyű leszűrni azt, hogy ezer szálon kötődünk Fonyódhoz. Az egyik a édesapám, akit valószínűleg az itt ülők közül is többen ismertek, mint a... Mondjuk az Fonyódi. Tehát ő kicsit kaposvári, kicsit pesti, meg hát Budaörsön laktunk, meg ő Csákvára volt bejelentve, csak azért ne találja meg senki. De ettől függetlenül, hogy valaki megkérdezte, akkor neki Fonyód volt. Még azt sem lehet mondani, hogy a szíve csücske az egész szíve. És ő rengeteget beszélt arról, aminek mi azt gondolom, hogy tudtunk eleget tenni. És ez itt most egy picit az emlékezés pillanata nekem is, hogy a halál olyan, mint amikor Fonyódnál a mólóról az Aranyhídon megindul az ember Badacsony felé. És hát így búcsúztattuk mi is itt. És hát nekem mindig azért vicces egy kicsit visszatérni Fonyódra, ami átlag évente egy 12-13-szor történik meg. Mert mindig fölmegyünk, így volt egy olasz barátom, és mutogatta, hogy na, a hegyet azt róla nevezték el, a kilátó felé félúton Csikoshegy, ugye mi innen vettük fel a nevet, sőt, mi több, itt érettségiztem újra. De tényleg millió szálon kötődök ide, de akkor most tényleg nagyon röviden arról, hogy miért is vágtam bele én. Eleve a versmondásban, meg főleg ebbe az esben, és igazából 5 éves korom óta vagyok színpadon. 15 éves koromban csináltam az első önálló estemet, és a József Attila est már volt a gimnáziumban is. Ez az est talán az, ami hozzám a legközelebb áll. Én politológus vagyok, hogyha valaki megkérdezi, hogy én mindig egy kicsit óckodok, amikor azt mondom, hogy előadó művész, eleve ez a művész. Fú, nálunk sok művész volt, az senki nem volt tőle boldog. Tehát ha valaki megkérdezi, még mindig politológus vagyok, hát az is semmi, de hát konkrétan pont ugyan annyit ér, mint nem tudom, a kommunikációs hűtőmenedzser, nem tudom, aki berakja a Mirelit húst a fagyasztóba. Na mindegy, tehát azért is, mert három célom volt, mikor elkezdtem ezt az estet, az egyik egyértelműen Vörös Sándornak az emlékét egy picit megelevenítő az évfordulón. Ez érdekes, hogy mondhatnám azt,
mint ahogy elmondtam régen József Attilával kapcsolatban, hogy jaj, nekem gyermekkor volt a kedvenc költői Vörös Sándorral, Isten igazából ez alatt az est alatt, ez alatt a felkészülés alatt ismerkedtem meg. De azt szerettem volna, hogy egy nagyobb rálátás legyen a korra, itt jött be a képbe a Nyugat. Viszont ami nekem sokkal fontosabb volt, és most is az, az az, hogy reflektálni a jelenre. Ugyanis mindenkiben egy picit úgy él a vers, a líra, eleve az irodalom, mint a történelem. Hogy az volt. Az valaki egyszer megírta, azzal így historizálunk, és akkor ilyen nagy jambusokban kell beszélni, szépen lassan, tisztán kell beszélni, mint a Kazinci olvasóversenyen, meg egy szép kiejtésversenyen, pedig a versre pont ez a lényeg, és pont ez a feladata. Hogy időtlen legyen, és olyan legyen, mint ahogy most beszélünk, és azokat a gondolatokat fejezzük ki, amikre most gondolunk. És hát menthetetlenül politika, ezt majd a kedves közönség megítéli, hogy mennyire sikerült gyakorlatilag egy 100 év távlatából olyan gondolatokat hozni 2014-ben, ami szerintem most vasárnap óta egyre inkább aktuális. És gyakorlatilag ennyit szerettem volna előjáróban elmondani, utána nyugodt lélekkel beszélek bárkivel, bármiről. Nagyon szeretek beszélni. Mondom, hogy szeretem. Családi örökség. És akkor tényleg jó szórakozást kívánok ez a kis, nem időutazás, ez a kis ferdetű körhöz, ahhoz, hogy nem változott semmi az elmúlt 100 év. Tisztelt egybegyűlt közönség! Vagy lám, senki sincsen itt. Egy dézsából, hogy rájöjtsék egy vers összes rímeit. Hát akkor te, szent magány, all-in-exportablet mágne, kinek hátát egy se látja, a perlője, a barátja, lélek sivatagban sejk, szúvezér, and as you like. Nem bírsz nem figyelni én rám, még spendíre dír poémám, s hogy az explikáció vajon innováció, vagy csak dedikáció, dönts el a ráció. De sok szóban most már elég. Valamit úgy vélem mondanom is illenék. Bár én felteszem, hogy a tisztes és kopott szóknak éden állapot, hogy a görökednek fel, alá, és hasvált, mint a vízfolyás. Ez gondolat oly sok jár már a toll alatt. Fenkölt eszme, lángverés, hetvehorgú érvelés, tarkabarka tünemény, szülemény és sülemény. Hogy a szavak evéget igazán nem bánnák az ürességet. De hát, ha egyszer
gondbizé, valaki elolvassa. Most rám szól akadémike, mint szél a szélkakasra. Jobban kezdem szép mesém. Jobban mondva, kezdeném. Olvas verseket. Olyan nyelveken is, amiket nem értesz. Ne sokat, mindig csak néhány sor, de lehetőleg többször egymás után. Ne törődj a jelentésükkel, de lehetőleg ismerd eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. A versek valódi értelmét így érteted meg. Nem sokára azon kapod majd magad, hogy az idegen nyelvű verseket is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül. A versek valódi lelkét, testtelen táncát csak így életed át. Özönvíztáj ez. Tág és szédítő. A kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezés sem kísér az úton. Elképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és tadám, s a holt kezemnél ült az almafán, az és papa, mama után, az első, mit kimondott a szám, fű, fa, füst. Mint hogyha most is látnám, hallanám. Felettem süt végnapocska anyám, a dadával kis kocsiban tolatt, engem reménydús fiatalurat. És mint nagy, fontos, dörgetek beszéd, mitől országok hullnak szerte szét, s véres lesz a föld és a rét. Ha kimondom ezt a csöpp varázsikét. Fű, fa, filt. Fogatlan szájjal tátogatva, érzés nélkül jött sírás, nevetés. Az életem nem volt könnyű vagy nehéz, múltat s jövőt nem festett az ész. Nem volt más, mint az örök jelen. Hogy mint a pont kiterjedéstelen, s mert kezdettelen, így hát végtelen. Minden, mi áll, vagy mozdul, névtelen. A tarka egység hirtelen részekre szakadt. Rám zúdult a különbség áradat. Képzelj faágokat! Mindegyiken két és három magbútok terem. Így lett lassacskán mindennek neve. Párjával, tej, víz, fehér, fekete, huszár, baka, fésű, kefe, és hármasban. Elefánt, zsiráf, teve, fű, fa, füst. Óriások köztelt életem. Válukig sem ért fel kezem. És egy napon, tisztán emlékezem rá, nem fértem állva az asztal alá. A mennyezet lejjebb ereszkedett, kezem lábam megszélesedett, s ahogy én nőttem, úgy kisebbedett. De napjaimnak kedvesebb jelett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 évet lerúgt. Végigélnék még néhány milliót. Asztalan vágyjal nézem a jövőt. Gyermek áll így. A más cukra előtt. De a kevés is több, mint a semmi sem. Az élet szép, csak bánni kell vele. S a félrebilleg kedvem kereket, helyre zökkenti a varázsike. Fű, fa, füst. Szép a való.
szebb, mint minden mese. Kár, hogy mindöknek hűtlek kedvese. Hisz azért van a tétlenség és a tett, hogy tompultabban várd a végzetet. Most itt ülök kint, a láj téli napon, mint aranya körében harpagon. És ha mennem kell, tenger vagyonom búcsúzó, még összeszámolom. Fű, fa, füst. Az idős arc mély barázdáival, a ráncok egyenletes hálózatával, mélységes, valódi, magában való szépség. Az ifjú arc táncoló tündéreivel, kifinomult vonalaival, magában való, csábító, örvénylő szépség. A mai ember csak a csábító szépet ismeri. Az idős arc hatalmas szépségéhez nagyon keveseknek ad szeme. És elcsúfítják ifjú arcukat, nemiségük plakátját festve belőle, és elrondítják ifjú arcukat is. Hogy a fiatalság szánalmas roncsait őrizgessék rajta. Hol jártam este? Fény alatt. Nagy fény alatt. Hol jártam nyílni ablakot? Nagy ablakot. Egy férfi, nagy nő, ott lakott, hol is lakott? Hol láttam nyílni ablakot, sötét falat? Fényre és sötétre még emlékezem, és hogy ott lakott egy férfi. Vagy ott lakott, és mondott egy nagy szót. Mit mondhatott? Az ablak villámlott, mint a ragály. A fal sötét volt, rejtett kripta szége. Testemben tűz volt, sáskajárás és asszás. Fejemben lyuk volt, lyukban bennőzött. Sajok a bordám. Néhány holmim elveszett és sírtam. Mert egy férfi vagy nő megrabolt. Segített. Csak tudnám, miféle volt. A lázas ablak izzad, mint a kén. S a többit tudni kéne. Miért jöttem haza? Miért nem maradtam ott a fal tövén? Lerogyom. Lyukas fejjel, mint egy katona. Nyugat 1934, 11. szám. Í és Gyula, hideg van. Vörös Sándor versei. Fiatal költő számára alig lehet sértőbb, mintha bírálat helyett arról beszélnek, ami ígéret lenne.
Elvégre minden költő ígéret. Mindenkitől egész pályája során várjuk a folytatást. Kialakult írók gyakran letagadnák ifjúkori költeményeiket. De miért? Minden bizonnyal a tökéletesség lebeg előttük, holott minden kornak megvan a maga részeredménye. A fiatalság kísérletézése nem egyszer izgalmasabb a megállapodásnál. Vörös Sándor e pillanatban úgy tudom a legfiatalabb magyar költő. A könyve az ifjúság könyve. Régóta jutottam verses kötethez, melyet ilyen érdeklődéssel vettem volna a kezembe. Az együttérzésnek s a jó kívánatnak ilyen izgalmával lapozgattam volna. Meglepően fiatal költő helyes ösztöne, biztonsága, azaz költői felkészültsége. Kötetében nincs vers, amely a rátermettség mellett ne tanúskodna. A rátermettség mellett versek bizonyosságot tesznek arról is, hogy a költő birtokában van azoknak a tulajdonságoknak, melyeket még a született költőnek is tanulnia. Vörös ápolja tehetségét, felkészül a feladatra. A költészet terén jól tájékozódik, csupán az életben tájékozatlan még. Tehetsége több, mint mondani valója. Ennek a kötetnek még nincs súlypontja, nincs nehezkedése. De baj ez? 10 év múlva lehet, hogy az lenne. De ma éppen ezért különleges, súlypont nélkül is kerek egész is megáll a levegőben. Tipikusan ifjúkori alkotás, de azoknak a fajtájából, melyeket a költő érett korában is büszkén vállalhat. Szememnek Adi nyitott új mezőt. Babics tanított ízére a dalnak, s Kosztolányi. Hogy meg ne hajoljak, ezt azt kívánom kordilat előtt. Kölyök idő mennykárpitján lobogtak, mint csillagok. Vezérlő tűzjel. De hol van ez már? Ójjaj, csak a gyermek érezheti minden pompáját a dalnak. Mit tőlük kaptam, őrzöm egyre. 3 kanyargó lángnyelv sisteregne, ha fejemet izzó vasrácsra vetnék. Oltáromon vadmacska, páva és bárány. 3 költő előtt borul le hálám. Bár a homokban lábnyomuk lehetnék. Hagysz nekem eleget enni. Mandlás szájadból sorsod, hogy megtaníts örökre lenni. Lángek lógni éjjesen. Nem hagysz nekem sohasem inni, áldott mellettől eleget, hogy tudjak a szomjamban hinni. És úgy nézni téged, mint eget. Asztalodhoz hívsz naponta, és mint a rútú játszanál, a dústeríték csupa pompa, de üres a pohár, a tál. Én férfi, ennék, egyre innék, és te a múlót megfékezed, ígérve mindig, tiltva mindig, mint pap. Emeletkezett.
mint szajha kínálsz csókízével, s körbeidnek éle metsz, itatsz könnyeim vizével, kongó reményekkel etetsz. A te kegyed áldása megvert, a te oldásod megkötött. S így tartasz engem ember. Az Isten és áldott között. Te váltod a múltat jelenni, hogy így se légy, de megmaradj. A múlót is végtelenné, és bárhová nézek, te vagy. Te vagy mi van, s te vagy az emlék. Te vagy ki küld, és hívogat. Futnék te tőled. De visszamennék. Dajkáld el az én kínomat. De tudd, én tudom, milyen bújócska. Látom, mi te lakoma. Folyton új is folyton ócska, természet ősi cinkosa. De mondd, mi végre itt a földön nevelni így hitet? Miért te fájdalmas remek mű? Bennem mi végre épített? Titokzatos örök művésznő. Ki ezt a sorsot rótta rá. Boldogtalan játékra késztő. Csodára nevelő anyám. Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? Arcokban, bűnökben, szennyekben. Te rád tekint árva világot. A te neved megszenteltessék. A te legszebb neved békesség. Jöjjön a te országod. Véres a földünk. Háború van. Kezed sújtását sejtjük, Uram! S mondjuk, bár nyőgve, szomorúan, engedd, hogy mondhassuk könnyedben. Legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a hon java. S hújjon a lomb, de éljen a fa. De vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Nem lengi az utolsó fürtön is áldás? Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Megráztál. Nem lehet szörnyebben. Már ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgalját. És mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És gyermekeinket neveld békére. Ha bűn az, hogy lábunk ma vérben csúszik, megértük az. És bocsásd meg a bűneinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. A gaztiét büntetni. A miénk csak védelmezni a miénket. És ne vigy minket a kísértésbe. Hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg.
bár véresen. Ki ne szakadhasson sohasem. Jaj, ki ellenünk mozdul! Megvívunk készen bármi csatát! De szabadíts meg a korosztul. Mert tiéd az ország. Kezedbe tedd el a sorsát. Te vagy a legfőbb erősség. Hisz ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb övé lesz. A hatalom és a dicsőség. Döltömre tök magjankók lesnek. Úgy szeretnék gyávák kihújni. És meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék. Hagynának egy kicsit magamra. Isten úgyse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek. És nekihajtanak önvesztükre. Mindig új hitnek, dalnak, tűznek. Szeretném már magam utálni. De Istenem, hát ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetén bújdosni, szökni, fájni. De hogy ez a csűrhe ne vessen! Szegény muszáj, Herkules. Állom. Győzöm a harcot búsarakkal. És késik az álmom. És a halál. Sok senki, gnóm, nyavajás, talmi. Jó lesz egy kis hódolás és csend. Így nem fogok sohasem meghalni. Az országhoz. Az a nemzet, amely felül akar kerekedni más nemzeteken, hóhér rá vagy bohóccá válik. Népük életét elmocsarasítják, kik vélt vagy valós erényeit hangoztatják, de a kegyetlen kritikát tűrni nem akar. A legrosszabb, ami egy néppel történhet, hogyha egyoldalú irányítással tönkreteszik a józan ítélőképességet. Az ilyen nép aztán elzüllik, és mennél vásári kalandor nyúl utána, annál könnyebben odadobja neki magát. Nincs ez az elnyomás, ezer éves végigdúlás, tűzvész, ami ezzel felérne. A közösség gyűlöletéről. A ködös és rendezetlen lelkület egyik legjellemzőbb megnyilvánulása gyűlölködés valamely csoport iránt.
minden baj okozói a zsidók, vagy a katolikusok, vagy a pénzemberek, stb. Lelkes kirohanások egy-egy közösség iránt, de lehetőleg csak akkor, hogy ebből komoly gond nem adódhat. És a gyűlölet a csoport egy-egy tagja iránt természetesen jelentősen kisebb, mint az egész közösség iránt. A közeli jó ismerősök természetesen kivételek, csak a többi tűzre való. A gond, hogy ez a gyűlölködés nagyon gyorsan fertőződik. Mert a bal sikereink okozta keserűséget sokkal könnyebb egy-egy általános indulatrommal levezetni, mint magunkat ellenőrizni. Minél gyakrabban kérdezd meg magadtól. Van olyan ember vagy közösség, kit kéjjel bántanál? És ha igen, kutasd ki bántási hajlamod okán. Rá fogsz jönni, hogy a hiba sohasem az adott emberben, hanem mindig önmagadban, beteljesületlen vágyaiban van. Pedig bűnbak kereséssel, értelmetlen gyalázkodással semmire sem mész. De saját lelkületedet megfertőzött vele. Jaj, de messze majom ország. Ott terem a majom kenyér. Majom ablak, majom rácsán, majom. Tehát fúj a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek. Majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól a majom lány majom ABC-t tanul. Gazd majom a majom börtönt, rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom. Lesz sok majom majonéz. Győzve győz a győzhetetlen. Győzedelmes majomész. Majom póznám, majom király, majom nyelven szólokol. Egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, orángután, csimpánz, mind majom újságot olvas, majom vacsora után. Majom vacsora emlékétől zúg a majom reterát. Majom bakák menetelnek. Jobbrát és barát! Félelmetes majom arcot vágnak majom katonák. Majom kézben majom fegyver. A majmoké a világ! Jóslás a trágya özönről. Minden megnyilvánulásod, mely frissen üdén törelő ajándékod. Minden megnyilvánulásod, mely mohóságodtól bűzlik ürüléket. Mindegyikünkből sokkal több salak fakad, mint áldás. És az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy ürülékünket eltakarítjuk. Ezzel szemben az európai ember kezdettől fogva mindinkább rendszert, hitet, ideológiát kovácsolt belőle, melyet pénzzel, fegyverrel, hatósági pecséttel, rangos testülettel őriztet. És mindenkitől elvárja, hogy ezen bélsár palotákhoz és ünnepélyes ganajszobrokhoz igazodjék. Ezek azonban folyamatosan omladoznak és repedeznek.
általános bűzt és viszketegséget terjesztve, és mindig új, friss ganajjal kell toldozgatni, foldozgatni őket. Az emberiség egész trágya metropoliszt húzott maga fölé, mely most a 20. században rászakadt gazdáira. Évszázadokon keresztül nem lesz más, csak bűz, mocsokban evickélés, háborúzás, durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyverekkel. A régi fényes fegyverek helyett. Míg a trágyakor ember bele nem pusztul. Aki a világból pöcegödröt csinált, most belefullad. Aki valaha a rendszernek, hitnek, ideológiának, szívvel, lélekkel behúzott, elöntötte a trágya ezen. Aki valahol mélyen, még ott őrzi magában a szabad szólást, tiszta látást, örök mértéket, bárkában lebeg a trágya fölött. És mint egykoron az óriássá nőtt, egetostromló emberiségre vízözön jött, és az égen megjelent a szivárvány, hogy vízözön nem lesz többé. Majd megjelenik az égen a tiszta fehér nemű. Jeléül, hogy trágyőzöm, nem lesz többé. Távol egeken, egy magamban lennem, kis angya testtel szétomló lelkem, morzsáit cipelnem. Zaj sem böki át a szobám falát, nincs reggeli lárma, egy árkévény ásít borítva a nagy névaság. Na 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 na. Na 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 na. A városban én egyedül önmagamba zártam, testvérem nincsen és távol van anyám, én egyetlen társam. A gyárkémények mint kényes kígyók nyújtóznak a légbe. Nincs senki párom, az eget járom, s nem tudom, mi végre. Nincs senki párom, az eget járom, s nem tudom, mi végre. Nincs senki párom, az eget járom, és nem tudom, mi végre. És nem tudom, mi végre. A haszonleső vallásosságról. Olyik ember a vallásosságot cseréüzletnek nézi.
Az ember dolga, hogy jól viselkedjék, az Isten parancsainak eleget tegyen, a szertartásokat betartsa. Az Isten dolga, hogy az embert ennek megfelelő mértékben lássa el földi javakkal. Ezek szerint a legvallásosabb és legjobb embereknek kéne a leggazdagabbaknak lenniük, és a többiüknek nyomorogni kéne. Aki csak azért vallásos, hogy hozzájusson a kívánt javakhoz, már is bebizonyította kapzsiságát és érdemtelenségét. Az isteni fény nem hízlalda, vagy jótékonysági intézmény. Az isteni szeretet folyamatos sugárzásra semmilyen sem fogható kevésbé, mint jótékonykodáshoz. A vágyok kielégítéséhez. Ha ki tudsz bontakozni vágyait közül, akkor éred az Isten. Nem mondta, hogy rossz az élet és az Isten. Ne koldulj tőle kellemes. Világa nem a boldogság langyos pocsolyája, és nem azért van, hogy téged megsegítsen. Akit véled Istenként elítettek, nem más, mint cifrára mázolt otromba fabál. Ki nem tesz más, csak szentül áldogálvá várja, hogy tőle miket kéregettek. Ő más. Több. Nincs rá szavam, csak dal. Hogy érhetném mérhetetlenségét? Igazság, jóság, csöpész, fogalom. Azért, mert kása neked nem jutott. Kár az Istent rossznak mondanod. Te vagy ő érte, és nem ő te érted. A felekezetiességről. Sokan vannak lelkes katolikusok, protestánsok, izraeliták, akik Isten csak félig meddig hiszik. Vallásuk dogmáiban pedig egyáltalán nem tudnak. Ám bár ökölre vennének felekezetükért. A mozdonyból csak a kazánt vállalják, ami robbanékony. A kerekeket nem, amivel haladni lehet. Levél Vörös Sándorhoz. Nem vonzanak a félretett boruk. Nem jössz fel Pestről, Sándor. Azt írod, három palac kiába vár reát. Nem iszod vélebb szexát lágborát. Sajnálom én, de jól teszed. Pesten forogni nem nagy élvezet. Ne is gondolj rá, azt ajánlhatom. Sőt, újságot se olvas, Sándorom. Mert városunkban minden, ami élt, kifordította vissza a spelsőjét. Szent Ágoston tudod, megírta rég. Iszok, s arany nem egyképpen ég. Az arany a tűzzel tisztított. Pörkölve jobban bűzlik a piszok. Nem mondom, láttam én is aranyat. De a bűz, a szörnyet folytogat. Tudod, hogy írja le Shakespeare Shylockot, mikor lánya elvesztén zokog? Ó, lány! Ó, dukátjai! Siratja lányát, jobban aranyát. Így Shylock köztük is szalad elég. Hova lett a szebb emberiség? Ausztria, a lélek, értelem. A hagyományok. Így sír szüntelem. Na persze, neki van mit féltsen itt. Birtokád, bankbetétjeit. Barátom, oly sok gazdagabb akadt, kinek én adtam még a szavakat. És a végén így szólt.
jó neked. Tőled nincs, mit elvehessenek. És ma kevesen van, ez való igaz. Az ő szemében éppen semmi az. Ez foggal, körömmel megy még neked. Főleg, ha többit is említed, a sorból kimaradtakat, az 50%-ot, akinek nincsen útja. Bár törvény sem köti meg. Ellenük szükség még törvényre sincs. Törvénynél zordob rajtuk a bilincs. S ha erről szólsz, szíve, mint a kő. A történelemben más vesztes nincs, csak ő. És ki mást mond? Szégyelje magát! Zsidógyűlölő az, és renegát. S a hazánkban már kultúra van, ősei hozták ide batyuban. S költőt kérded? Lélekemberét. Már rossz táplálék megfertőzte rég. Mert pályája szürke hajnalán nem versen okult, de politikán. És mit egykor meg nem emészthetett, most kiadja a sok elméletet. És mit balon vett be egykoron, most kiokádja a jobb oldalon. Háborúban a költő is ütéz, talpig fegyverben, áll ki az ítész, az ügyészre néz, míg vágja versemet. Szocialista! Dörg is eltemet. A költők élcsapatja kedvesen, mint a régi Gutmann képeken, a sok legényki nadrágot cibál, szépen megjelenik, sorba áll. Jövőt magának azzal biztosít, a névjegyét leadja ő is itt. Nevénél aztán annyi áll, ha sok. Futottak még, ez is felolvasott. Az öregek elefánt csonthalát lenézik, és akolba mennek át. A költő most a tudóstól tanul. Ez a vér és ösztön, ez a győztes új, mint 100 év előtt a természet, s 500 év előtt a gondviselő. De mi ebből mit érezhetünk? Rousseau szerint jó az ösztönünk, szerintük rossz, mert most éppen ez a divat. Kettő közül melyik a naiva? De én itt őket átkozom. Hibáim hordom én is hátam. Nem látom, de púpot viselek. S rajtam nevet. Itt én kinevetek. Mert legbölcsebb a Jézusnak szava, hogy ne ítélj, és ne ítéltess soha. Így hát jobban teszem, ha a szexárdi bort megiszom magam. A keserű íz gyorsan lenyelem. Ha nem szól szám, talán nem is fáj majd fejem. Hárman vagyunk, mikor egymagam vagyok. Háromságom kiérti meg. Egyikünk bölcs, mint a kő. Épp oly hideg, rideg. Másikunk nyárs polgár, langyos meleg, mint szörp a téli napon. A harmadik dilinós kicsit. És költő is. És gyerek nagyon. Nyugat 1913, 11. szám. Ignotus, Panamák. A politika mögül.
Arról nem lehet kétféle vélemény, hogy baramázni nem szabad. Abban nem lehet nézetkülönbség, hogy az állampénzét, vagyis a mi zsebünkből kivett keserves garasokat nem szabad olyasmire fordítani, ami nem ér meg egyikünknek sem bár egy garast is, sem olyanokra, kiket semmi okunk a magunk pénzére eltartani. Mondom, sem abban a megítélésben nem térhetünk el, hogy mi a Panama, sem abban a vallásban, hogy a Panamát büntetni kell, és a korrupció uralmát meg kell szüntetni. Legfeljebb úgy fordítva kéne felállítani a feladatot. A korrupció uralmát kell elébeg szüntetni, csak aztán lehet igazsággal büntetni a Panamát. És a korrupció uralmát nehéz megszüntetni olyan országban, ahol nem vagyonszerzésre, de megélhetésre alig van egyéb mód és alkalom, mint amit az egyes számára valamennyiünk szegénységének együttese szolgáltat, vagyis az állam. Ahogy hazai állapotainkat elnézem, az otthonklub bakkarát asztalára kell gondolnom, ahol 15 szegény ember ül körbe, hogy elnyeri egy 16-tól azt, amit ő nyert el tőlük. Egy öreg zsidó választó mondta egyszer, mikor szemére vetették, hogy pénzért adja el a lelkét, s van lelke megzsarolni a szegény jelöltet, hogy mikor keressen a szegény ember, ha nem ilyen alkalom. Van a szegény zsidónak más módja 100 vagy 20 koronához jutni, mint választáskor? Van a szegény gentrinek más módja annyit keresni, mintha zsidó volna, mint hogyha kijár a zsidónak valami üzletet? És van más, aki pénzzel lett és juttatott, mint az állam. És csak is az állam. Ez az állam arra is azért van felépítve, hogy legyen hivatala egy rendembernek, akiben a nemzet él, és akinek annál inkább a nemzetből kell élnie, mert a földje, amiből élt, kiszólhat a lába alól. Ez a rend pedig gyarapodik. Na, nem is vagyonban, de fiakban, akiknek mind hivatal kell, mert miből éljenek egyébből. Ezért évről évre több a hivatal, de épp ezért évről évre lehetetlenebb, hogy csak távolról is emberhez méltó fizetéssel járjon. Kifejlődik az az állapot, hogy a köz és az egyesek vagyona körül rendelkezők és sáfárkodók olyan emberek, kikbe egyfelől bele van nevelve az érzés, hogy őket a köznek uraságban kell tartania, és kik csak másfelől a közháltal való ez eltartatásnak nyomorúságos foka, olyan az két a hősiességet követel, melyre az képes legkevésbé, aki jogokat érez a közösséggel szemben. Válhatik ebből egyéb, mint korrupció. Ipar, kereskedelem, pénzgazdaság, mind csak legelején van a fejlődésnek. Az emberek ellenben legvégén vannak a pénztelenségnek. Keresni csak a paraszt keres, mert a baromfinak felment az ára. Az úriember nem, mert az úriembernek lement az ára. Az országnak és az embereinek mindenük vagy csak pénzük nincs. Ahhoz, hogy az egyetlen értéket a földön mozgóvá lehessen tenni, megint csak pénz kell. Természetesen kölcsönpénz. Márpedig bizonyos, hogy ahol a kölcsönpénzen dolgoznak, ott a haszon a hitelezőhöz vándorol, jó, hogy csak a haszon, nem a haszon tárgya is. Ebben a mondatban pontosan elmondtam Magyarország legutóbbi 40 éves történetét, és hogy mind történt, hogy idestova minden pénz, s majd minden haszon 2-3 nagybank zsebébe vár. Minden, ami haszon, oda megy. Minden, ami keresed, ott gyűlik fel. Nem visszaélésből, inkább a dolgok természetes rendje szerint. Ez a rend természetes, csak rossz nézni. Rossz, kivált az egyesnek,
kinek elviszi telkét ez a sirokkó. Vagy rossz, mint amilyen rossz a hegyek elkarsztosodása. Nyomorult, sőt legnyomorultam, mert cifra nyomorúságában nyomorgó emberek előtt olykor felcsillan a haszon, a keresett lehetősége. Nem finom haszoné, nem tisztes kereseté, a közdek rövidségével járói. De aki nem kap rajta, s idealizmusból vagy kényességből lemond róla, nem teheti azzal a sokat jóvátevős, áldozatot megérő érzéssel, hogy legalább a köznek, az államnak, a nemzetnek java van ebből az ő heroizmusából. Miért menjen ez a pénz is a hitelbank zsebébe? Gondolatja Ercsény Péter. És igaza van. Mert a végén minden pénz a hitelbank zsebébe megy. Ha csak útközben meg nem akad valakinél. Mit akarok mindezzel mondani? Azt, hogy kell valami okának lenni, hogy a Panama ellen köteles és őszinte felháborodást képmutatásnak. És a panamista megbüntetése után való érdekeletlen kiabálást Justizmornak érzi az ember maga is. És ez oktalán az, hogy nagyon is pártai pedagógia, és a mai idegzetnek már nem való, a szabad lopás mellé a tilos rajtakapatást tenni kiegészítő intézménynek. Már pedig olyan országban, ahol egyéb keresetet nem hagynak, akkor is muszájna lopni, ha nem lenne szabad. Habos párnákon vívódik egy asszony. Szemére lassan, reszkető suhan a végső árnyék. Lenn az ágy fejénél ül a férfi sápat komorán. Már alig, hogy zihál. A szívverése lassú. Az utolsó percben még megbuffol az ajka. Vonagló szókban töredezve rajta egy élet kínja. S vágya ott remek. Hazugságban. Sohasem szerettelek. Valaki egyszer a szívem összetörte. Árván se elhagyottan jártam a világon. Te akkor boldogságot kértél tőle. Én reméltem a békét megtalálni. De hangot fül nem hallja már. Hullámot nem ver, vízhangja se kél. A szók értelme el van születve. Hűlő kezére ráborul a férj. Nyugat 1928, 23. szám. Füst Milán, emlékezés Kafka Margitra.
A Márvány utca felé viszutam. Itt lakott ő, mondom magamnak, s megállok egy ház előtt. Felnézek a földszinti ablakokra, majd lehúnyom a szemem, hogy a szobák berendezését is lássam. Néha sikerül így egy-egy pillanatra még a hangját is felidéznem, annak nyugtalan és nyugtalanító vibrációját is hallanom. Vagy látom őt, amint éppen ott gúba a zsámolyán, s töprengéstől meghajszott, kimerült arccal tesz fel egy kérdést, de nem várva be válaszomat, arra nyomban meg is fele. A tekintetét is látom ilyenkor. Ez az idegességtől puha, bizonytalanságtól állandóan rebbenő, egy kis bizonyosságért esengő tekintetet. És ilyenkor mindig nagyon megfájdul a szívem érte. És azt gondolom, hogy a nagyvilágnak egyik legálpább volt. Idősebb volt nálunk, és mikor mi írni kezdtünk, ő már neves író volt, és még előttünk is tekintély. És mégis nem, hogy fölényes lett volna velünk szemben, inkább még alázatos volt. Alig, hogy megjelentünk a porondon, ő magához méltó művészeknek fogadott el minket azonnal. Nem bízott magában, csak másokban bízott. És amellett olyanok akart látszani, mint aki férfias, megáll a maga lábán, nem szabul senkire. Azt képzelte, hogy olyannak kell is látszania. Mert hiszen magános nő volt szegény, művész is volt, akinek önálló egyéniséget kell mutatnia, ha azt akarják, hogy elismerjék. Egy szóval unszolta magát a küzdelemre. Pénzünk sosem volt. Otthonunk sem volt egyikünknek sem. Emberek társaságához nem tartoztunk, ha jól meggondolom. Olyanok voltunk mi mind, nem közönségesen tehetséges fiatalok, mint a kivert kutyák. Azok az idősebb írótársaink, akik előkelőbb állásban voltak, fennkölt közönnyel viselkedtek velünk szemben. Senkit sem tudok megnevezni ezek között olyat, aki tudomást vett volna létezésünkről. Olyat meg éppen nem, aki meg is kérdezte volna, hogy van-e mit együnk, vagy nem lehet a segítségünkre. Reménytelen volt ifjú életünk. Tóth Árpád akkor írt a legszebb költeményeit, és egyetlen napilap sem volt hajlandó őt felvenni munkatársai közé. Ma is látom őt, amint a Márvány utcán, mint egy mécses lángja imbolyog fölfelé szegény. Én Kafka Margit kapuja előtt vártam őt. Végre odaért mellém, s így szólt halkan. Szinte gőgicsérő. Megint egész összre zokogtam. Részvétlen néztem rá, és ezzel aztán szótlanul be is mentünk hozzá. Az egyetlen íróhoz, aki közénk tartozónak vallotta magát, bár a valamelyest jobb dolga volt. Mert állása volt. Jó meleg volt nála. Meg is tisztelt minket. Úgy fogadotta, hogy nagyra becsült művészeket szokás. Szivarokkal és teával kínált. Ott sürgött, forgott körülöttünk. Később lilaernyős lámpákat gyújtott. És mikor belefogtam hosszú, véketetlen panaszaimba, értem könnyezett. Hajnal felé mentünk el akkor onnan. És ugyan az úton megint alig szóltunk egymáshoz, mégis éreztem, hogy Árpád is jobb kedvű. Szíve megkönnyebbül, hogy ma nem fog sírni. Anyám szemében kapzsi féltés, apám szemében büszke vád, hogy megjöttem, fölhozta mégis a legvénebbik üvegborát. A kutyánk öreg már, bőrbeteg, csupa csont, nézd is síralom. Nem sokára tudom, elássák,
a lucernás domboldalon. Vacsorázunk. Pár szó, s újra csend lesz. És ez a csend úgy kiabál, mint ha az étel sótlan volna, mikor púpozva van a tál. Rám néz apám, rám néz anyám is. Nem az van már itt, aki volt. S fenn az égen, úgy, mint régen, rostokol a nagy bajusz volt. Annyit játszottunk régen kutyánkkal, mint vad imposztorok. És most a fejét megsimítom, végig vonapig smorok. Miért nem tudunk örülni, ha étes ital oly remek? Miért vagyunk itt mind a földön, oly szörnyű idegenek? Miért nem tudok sírni, zokogni, hogy megvénül anyám s apám? Anélkül, hogy megsimogatnám az arcukat, mint hajtanám. Három holt idegent takar majd a borostyára skriptabolt. S fenn az égen, úgy, mint régen, rostokol a nagy bajusz volt. Falon az inga lassú fénye villan. Oly tétován jár, szinte csak arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany. A sötétben majd boldogan megáll. Pihenjünk. Az álomba merülőnek jó dolga van. Megenyül a robot, mint ahogy súlyavész a kőnek is, mint kegyes kéz a mély vízbe dob. Pihenjünk. Takaromon pár papírlap, elakadt sorok, társtal a rímek, megsimogatom őket halkan. Írjak? És kicsit fájos sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Másra kell itt idegsvelő, józan dolgokra, friss tülekedésre, és rossz, robotos a késünk elő. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam. Bolygott rajta bús kezem, a torra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázzá, hova jutottam? És ki jött velem? Szelíd dalomat lenézi, a garázdák káromkodó és nyers dalú jelen. Majd. Egyszer. Persze. Tik-tak, ketyeg jóvég költő vigasz. Majd jő akkor, melynek visszadöbben felég szíve. Tik-tak, igaz, igaz. Falon az inga lassú fénye villan. Aludjunk vagy száz évet csendben át. Ágyom mellett elkattantom a villanyt.
versek, bolondság, szép jó éjszakát.